A Szőnyi Színes óvodában is nagy hagyománya van a Mártonnaknak. Az óvoda csöpségei szüleikkel sétáltak végig a Kossuth utcán óvodájuktól egészen a Lovastanyáig, ahol a Schmelz család és a Kemence Egyesület tagjai már izgatottan várták őket. A sötétben a lámpások is kiválóan érvényesültek, a fény ugyanis fontos szimbóluma volt az eseménynek. Egész héten készülöttünk erre a napra, kis lámpásokat készítettünk, minden csoport egyedi lámpásokat a csoportjának megfelelő jelképpel. Úgy gyülekeztünk az óvoda előtt, hogy kis táblácskák előtt gyülekeztek a maci csoportoknak. Macis táblájuk volt, a lepkéseknek lepkés, gombásoknak gombás, napocskásoknak napocskás. Ovonénik vezetésével indultunk, végig az úton próbáltunk már libás dalocskákat énekelni. Készültünk programmal, az idén a lepke csoportosok állították össze a műsort. Táncházat rendeznek a gyerekek és a szülők bevonásával. Hangosan szólt az ének a nádaházam teteje és egyéb vicces dalocska. A táncmulatság ezzel azonban még nem ért véget, ugyanis tűztáncosok is érkeztek a Lovastanyára. A vendéglátás sem maradt el természetesen a hagyományok szerint, itt a zsíros kenyeret hagyma salátával kínálták. Elképzelhető, hogy akár saját hagymátokat eszitek? Igen, van közte, természetesen nem mind, mert ez rengeteg mennyiség, de bizony itt a kis kertben, a Szőnyi Színes kertben termeljük a zöldséget, gyümölcsöt, és a hagyma is innen van. Illetve hát gondolom én, hogy ugye az is egy attrakció, hogy eleve itt van élő liba. Így van, amikor jövünk be a kapun, már a libák gágogása fogad minket, úgyhogy a gyerekeknek ez nagyon nagy élmény, és hát más, rengeteg más állat is van, ami csodálatos környezet egy ilyen rendezvénynek. A Szőnyi Színes Óvoda Mártonnapi Vigassága idén is rendkívül jó hangulatban telt, kiváló esti kikapcsolódást nyújtva a szőnyi családoknak.